Már majdnem minden készen áll a Csík-Ferenc tanúszoda újra nyitásához. A nyár elejé bezárást követően leengedték a medencék vizét, majd a kiszolgáló személyzet a balatonparti strandokon végezte a munkáját. A szokásos karbantartás egy hete kezdődött meg. Az úszoda szinte teljesen új állapotban várja majd a látogatók érkezését. Festés, tisztasági festés, burkolatjavítások, a gépházban javítások, a tetőjavítása vált szükségessé a nyár folyamán, villamos hálózatnak a átvizsgálása, ellenőrzése volt egy zárlatunk, amit ki kellett nyomozni, hogy hol van, ennek a javítása is megtörtént. Tegnapi nappal föltöltöttük a nagymedencét, mai nappal megkezdődik a forgatása és a fűtése. A nagymedence vizének üzemi hőmérséklete 27 Celsius fok. Mivel a vizet kötelező egy évben egy alkalommal lecserélni, ezt is most a karbantartási időszakban hajtották végre. Ennek a kismedencének a vízzel való feltöltése néhány órán belül kezdődik meg, közel 100 köbméter vizet fognak beleengedni. A nagymedencének a feltöltése már az elmúlt napokban lezajlott, ebbe több mint 100 köbméter vizet engedtek bele. Szükség is lesz erre a mennyiségre, hiszen a hírek szerint a tankerület az idei tanévben az eddigiekhez képest jóval több gyerek számára biztosítja az úszási lehetőséget. A korábbi évekhez képest jóval nagyobb létszámú gyerekcsoportok érkezését jelezte a tankerület. A medencéket a gyerekek 8 és 16 óra közötti időszakban veszik majd igénybe. A karbantartás a gépházban is zajlik. Ez gyakorlatilag az egész úszoda lelke. Nem csak a szivattyú motorjait, hanem a teljes kiszolgáló üzemet átnézik ilyenkor a szakemberek. A szelepek és egyéb elemek, elektronikai alkatrészek cseréje, javítása is megtörténik. Eközben az épület bejáratánál is szorgalmasan dolgozik a személyzet, az ablakok, vitrinek, szekrények tisztítása zajlik annak érdekében, hogy szeptember 2-án a 14 órai nyitásra minden készen legyen. Az úszoda változatlan áron kínálja szolgáltatásait a látogatók számára.